Ezek a képsorok nem egy kórházi szappanopera, hanem a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara érzékenyítő filmjének részletei. Célja, hogy a szakápolói szakma minden szegmensét, szépségét és nehézségét bemutassa. A Balassa János Kórház általános iskolás gyerekeket, a jövő szakdolgozóit hívta egy nyílt napra, bemutatva mindazokat a feladatokat, melyeket itt a kórházban elláthatnak. Nem eltitkolt szándékunk, hogy minél közelebb hozzuk a szakdolgozói hivatást a fiatalokhoz, és úgy gondoljuk, hogy ezt minél előbb el kell kezdeni, tehát nem csak akkor, amikor már középiskolába járnak, hanem az általános iskolás korosztályt céloztuk most meg ezzel a programmal, ezzel a nyílt nappal. És természetesen az lenne a jövő, hogy ők majd nálunk is helyezkedjenek el itt a kórházban. Igyekszünk megmutatni a kórházunknak minél szélesebb területét, a különböző szakmacsoportokat. 9 helyszínen fogjuk várni, vagy fogunk találkozni a diákokkal. Műtői ellátást, felnőttápolást, gyerekápolást, labordiagnosztika, röntgen és ultrahangdiagnosztika területét, illetve az asszisztensi munkát fogjuk nekik megmutatni. Érdekes feladatokkal várjuk őket, és amit még fontosnak gondolunk, hogy itt találkozhatnak a kollégákkal, és kötetlenül beszélgethetnek, feltehetik a kérdéseiket. Ilyen csapot szoktunk felhelyezni a köldökre, összezárjuk, és utána egy rólóval ezt elvárjuk. Szeretné valaki kipróbálni? Persze van jelentkező, hiszen ez talán az ápolási szakma legszebb pillanata. Németh Csaba az intézmény főigazgatója köszöntőjében azzal próbált a szakma szépsége mellett érvelni, hogy ez egy izgalmakkal teli foglalkozás, mindennapi kihívásokkal. Biztos néztek tévét, látjátok ezeket a kórház sorozatokat. Mi körülbelül azt csináljuk itt a kórházban, mint amit a tévében láttunk, csak élesben, nem színészekkel, hanem valódi embereknek a valódi problémáit és a valódi betegségét és a valódi vészhelyzeteket kell megoldani. Tehát ez nem egy íróasztal mellett ülős és unatkozó munka, hanem ez minden nap megköveteli az embertől a figyelmet és a teljes értékű jelenlétet. Mindenképpen fontos az, hogy ne csak, ha a kórháznak gondolnak, akkor ne csak orvosokat és ápolókat lássanak, vagy gondoljanak, hanem ennek a hivatásnak a különböző ágaival is megismerkedhessenek, hogy lássák azt, hogy milyen fejlődési lehetőség, karrierépítési lehetőség van az egészségügy területén. Aki fogékony, én azt gondolom, hogy rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amivel egy egészségügyi szakdolgozónak rendelkeznie kell, őt meg fogja érinteni ez a nap, azt gondolom. Sajnos egyre kevesebben választják ma ezt a hivatást. Nagyon sokszínűek vagyunk, és ezt nem ismerik az emberek, tehát szeretnénk bemutatni a szakmánknak a sokszínűségét. 17 féle szakmacsoportban tevékenykednek ma az egészségügyi szakdolgozók, közel 100 szakképesítéssel rendelkezünk, az alap OKS-től egészen az egyetemi diplomákig szerezhetők a bizonyítványok, és ez nem ismert a felnőttek és a gyermekek számára se, és ezt szeretnénk megmutatni, hogy a pályaválasztásnál erre is ügyeljenek a diákok, ezt a területet is meg tudják ismerni.